Csoportterápiát tartanak az addiktológiai osztályon. Ez a gyógymód hasznos lehet a depressziós betegek számára. Itt a Sóstói úton jelenleg közel 80 fekvőbeteget kezelnek, de a korszerű gyógyszereknek köszönhetően a járóbetegellátás is eredményesen működik. A depressziós betegek jellemző tünete, hogy üresnek és örömtelennek érzik magukat, megváltozik az érdeklődési körük és csökken az aktivitásuk. Ennek kialakulása egy hosszabb folyamatot jelent. Sokszor sem maga a páciens, sem pedig a családja nem veszi észre, hogy ez egy betegség, amit kezelni kell. Egyik napról a másikra nagyon-nagyon ritkán jelentkezik, amikor ilyen nagyon éles hangulati váltás van, az a bipoláris betegnél van, akiknél vannak mániás és depressziós, tehát felhangolt és depressziós fázisok is. A magában jelentkező, hogy unipolárisnak nevezett depresszió fokozatosan alakul ki. A tünetek nem egyszerre rontanak rá az illetőre, hanem először azt érzi, hogy nem jól alszik, aztán, hogy fáradtabb, hogy örömtelenebb, hogy megváltozik valami, rosszabb a közérzete, és ahogy így alattomosan, lassan alakul ki, egyre kevésbé. Nagyon sokáig a munkáján például tud teljesíteni, otthon meg már nem marad elég energiája az otthoni feladatok ellátására. A depressziót hasonlóan más pszichiátriai betegségekhez komplex kezeléssel kell gyógyítani. Orvosi segítség nélkül ugyanis a páciens nem tud újra a depresszió előtti önmaga lenni. Gyógyszeres kezelésnél antidepresszánsokat alkalmaznak, valamint átmenetileg szorongásoltó tablettákat is felírhat az orvos. Ezek általában 8-10 nap után hatnak, amely hosszú időt jelent egy terápiás kezelésnél. Emellett csoport és pszichoterápiával is kiegészítik a gyógyító folyamatot, hogy a negatív, önbíráló érzelmeket is kizárják a páciensek gondolataiból, amelyek hatása egyeseknél akár az öngyilkossághoz is vezethetnek. A betegség kortól függetlenül bárkinél jelentkezhet. Minden korosztályban jelentkezhet a depresszió. A fiatal, illetve inkább úgy mondjuk, hogy fiatal középkor volt a jellegzetes, tehát olyan 30-as életévekben volt korábban jellegzetes, hogy megjelentek ezek a tünetek, de most azt veszük észre, hogy előbbre tolódik, aminek számos oka lehet. Ugye nagyon sokszor látunk szerhasználathoz, nem egy ilyen rendszeres és tartós, akár már egy ilyen rövid ideig tartó szerhasználathoz társuló depressziós tünetekkel megjelenő állapotot. Vannak kritikus időpontjai az ember életének, például a szülés utáni depresszió, ami egy speciális helyzet, akkor is veszélyeztetett lehet valaki erre. Egy másik ilyen kritikus időszak a nyugdíjas évek kezdete, amikor csökken a társadalmi aktivitás, és úgy érezheti magát a páciens, hogy már nem fontos része és hasznos tagja a környezetének. A depresszió sokszor társul egy másik betegséghez, akár egy stroke után vagy szenvedélybetegségek mellett is megjelenhet a tünet együttes.